Üdvözlök mindenkit, én Szolik, ezt mi láthatjátok a Motorsport Manager című játék, folytatjuk szépen tovább a sorozatunkat 2019-es szezonban a Magyar Engineering-gel. Eddig nagyon jól állunk amúgy. Amit nem abból a szempontból, hogy megnyerjük a bajnokságot, hanem hogy középmezőny. Az úgy nagyon-nagyon jó. Jó, autó állapota oké, okay. Interjút elvállaljuk. A mai győzelem után azon tűnt, hogy felmerültem állat William Shannon neve. Nyomatok egyet, igen. Versenyző nyíltan megvitatja veled a feltételeket. Jó. Box stáb. Egy hibát követtünk el. Shannon nyeri a díjat, igen. És jöttek új szponzorok. Box kiállás. Gyakorlás. 500 ezer ér. Megnézzük a szponzorokat először. Most ti... ne... Visszább csúszott a piaci értékünk. Áj! Mindegy. Most hát annyira nem mindegy. Kénytelen vagyok ezt elfogadni. 6 versenyig. Mert Hong Liao-nak lejjebb esett a piac képessége. De miért? Már nem vagy már izé? Hát eltűnt a izé a filmcsillag meg a filmstár meg az ilyenek. Ó, hogy az a... És így nem jönnek be a 4 csillagos szponzorok. És hiába oldom fel az 5 csillagos szponzorokat a helikopter leszállóval. Nem lesz elég. És már rosszabb a pénzügy, megint. Ejjjjjjjj, nem költséges. Amúgy, hogyha már box stábról beszélünk. Jó, hát a box stáb az teljes mértékben jó. Semmi probléma nincsen velük. Még kibírják a milánói nagydíjat, meg szerintem még a... Fekete tengerit is, amit ugye nem nagyon szeretek. Ja. Jó. Haladjunk. Ne húzzuk az időt, úgyse tudunk most már semmit csinálni. Mi az? Helikopter leszálló, majd lassan befejeződik. Modellügynökség tagja. Köszönöm! 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 Modell ajánlatot kapott. Elina, igen, versenyző elrendeződött. Mi leszerződött, nézd, hogy járok topmodell ügynökséghez, amit a legendás divattervező Donatella Mama vezet. Mikor megláttam, hogy mutat Elina a Chiffre reklámokban, egyszerűen meg kellett szereznem lelkendezet. Oda fordultam asszisztensemhez, Frufruhoz, és azt mondtam neki, hogy ennek a nőnek, ennek a brutális, káprázatos felépítési nőnek haza kell jönnie a mamához. Sonia a maga részéről örül a modellkedési lehetőségnek, csodálatos volt a találkozásom mamával. Azt mondta, hogy versenyzőnként veszélyes és merész vagyok, és hogy szinte bármit el tudok adni, még kenyérpirítót is. Nagyon jó. De még az a gond, hogy így sincs meg a negyedik csillag. Mert 70% fölé kéne ugorni. Na te ki vagy? Hol vannak a versenyzői ellenvonások? Most ne szivassál már meg, tehát most... Semmilyen versenyzői jellemvonás nincsen, tehát két éve megy a ZRT autósportnál ez a fickó, és nincsenek jellemvonásai. Véletlenszerű rajtrács. Francesco. Ez így vicces. Most beakadt a játék, és nincsenek versenyzői jellemvonások? De vannak, csak ezeknek így elfogyott, így kész vége. Na mindegy. Szerződésszeg is 2 millió. Jó, még úgy nálad nem érdekel a dolog, mert jó helyen vagy ezek szerint. Jó a morálja.
Jó, valahogy fel kell húzni a szponzort 4 csillagosra. Politikai szavazat. Véletlenszerű rajtrács. Nincs időmérő verseny, rajtrács pozíciókat véletlenszerűen döntik el, így minden versenyzőnek egyforma esélye van az első rajthelyre. Legyen. Szavazok rá. Nem tudom, mennyivel szavazzak rá. Egy egyessel szavazok rá. Azt szerintem le fogják amúgy szavazni. És nem. És megszavazzuk a véletlenszerű rajtrácsot. Tehát időmérő edzés jövőre Nuku. Kész. Remélem, hogy azzal olcsóbb lesz amúgy, hogyha nem kell több napra ott lenni. 40%-os esély az esőre? Basszus. Na de legalább megvan a helikopter leszálló. De nem merem a látogatóközpontot megépíteni, mert akkor nagyon mínuszba megyünk. De 80 ezeret ad versenyenként, ami annyit takarna, hogy egy picit kompenzálná, legalább az utazási költségeket fedezni. Nem, egyelőre nem építem meg. Vagy meg kéne. Mert akkor előbb termeli a pénzt. Már és hogyha kérek pénzt a... Hát a 50%-ra nem megy az elnöki elégedettség, de 500 ezeret ad csak. Csak 500 ezeret ad. Vicces, vicces kategória. 50% boldogságot elvesz, de 500 ezeret ad. Tehát inkább hagyjuk. Tehát azt gondoltam, hogy 1 milliót ad esetleg. Jó, akkor nem, hagyjuk. Majd Milánó után majd meglátjuk, jó? Milánó meg a Fekete-tenger után meglátjuk, hogy tudok-e valamit alkotni. Jó, negyedik vagy feljebb. Második vagy feljebb. Nem, negyedik vagy feljebb, már az. Az biztosabb, azt tudom hozni. Tiszta idő lesz állítólag. Meg ugye nyilván az, hogy Milánó. Tehát itt ugyanez a Milánó pálya is olyan, mint a Főnixi pálya. Tehát, hogy nem vagyunk rajta jók. Itt általában sose szokott jól teljesíteni a csapat, meg Főnixbe se, tehát... Itt örülök neki, hogyha a negyedik helyre becsúszunk. Mind időmérő, mind izé szempontjából. Mint verseny szempontjából. Időmérő van beállítva minden, hallod? Végre valamiben egyet értünk. Végre nem kell állítgatnom az autókat. Na, gyors kör, aztán beállítjuk az autót. Aha, jó, nem rossz. Ebbe az irányba elhúzzuk. Igen. Meg ebbe az irányba elhúzzuk. Oké. És mindjárt beleszállítva akkor az autó. Lesz egy időmérőnk. Lesz egy lágygumink. Jó. Másik irányba kell húzni. Nagyjából valóban erre. Vissza kell húznom a kiválósághoz. Nagyjából ide.
Jó, és bízzunk benne, hogy körülbelül ez így marad. Oké, van két kiválom és van egy jóm. Ugye megnézzük, hogy hol volt a... Egy. Versenybeállítás 12 körre. Úgy. Na, mehettek körözni. Nem asunk törtetés szerintem. Ugye rövid pálya ez a Milánó, és ugye sok rajta ez a 8 perces szabad edzés, vagy hány perces ez? 12 perces szabad edzés. Az rengeteg idő. Tehát ezzel sok mindent meg tudunk tanulni. Ó, basszus, és most kellett volna kijönni. A boxba. Na mindegy. Bealudtam egy picit. Ez a kocsi, ez kiváló. Menj ki versenyre, közepes gumival. Ez a kocsi kiváló. Időmérőre, három körösse. Ezzel a gumival. 99%-os az autó. Megőrülsz. Jó. Versenybeállítás meg van a harmadik szinten. Át lehet állni időmérőre. Na hajrá! Amit még tudunk, húzzunk ki az időmérőből. Első szint. Második szint megvan az időmérőből. A harmadik szint már nem lett meg. Meg lehetett volna, igen, hogyha nem alszok el megint. Ma alig válom a hétvége többi részét, ezek után klassz szabad edzés. Ma nagyon élveztem a pályát, a kocsi egyszerűen pazar volt. Szóval én félelmetes tempót megy a szabad edzésem. Igen. Ennyi. Tehát a szabad edzés az csak szabad edzés. Az nem jelent ugye semmit. Ígyni. Nagy gumi időmérő. No. Hát először ugye felgumizzuk a történetet. A pályát. Oké. Jó. Állítólag, tehát mondjuk volt egy ilyen szóbeszéd, hogy 40% esély van az esőre, de mondjuk az a verseny napján volt. És 4 perc telik el, amíg körbeérünk. Úgyhogy nem tudok kimenni még egyszer. Vagy se úgy tudok kimenni még egyszer, hogy várunk, igen. Várunk, hogy felgumizódjon a pálya. És akkor kimegyünk most. Belágygumizzuk magunkat. Talán most egy olyan helyre jöttünk ki, ahol jó lesz. Jó, basszus, mert nem állítottam be! Basszus. Hát persze, hogy rossz időket mentünk, mert nem állítottam be a kocsit. Tizedik hely, első hely, jó. Basszus, igen, nem figyeltem oda. Ébredjek fel egy picit, mert ez így nem lesz jó. Jó, lehet, hogy... Hát igen, hogyha tudjuk hozni ezeket, ez az 58-8-as időt tudjuk hozni, akkor jó lesz. Akkor meg lehet a szponzor cél. Nem tudom, mikor jön az eső, úgyhogy nem merek most itt trükközni. Úgyhogy kimegyünk ezekkel a gumikkal. A végén még itt behoz nekem esőt.
Tökéletes és jó. Mind a fékek azok ugye túl vannak kevülve. 58-6. Elinával ki kéne még egyszer menni. Liaoval nem, de Elinával ki kell menni még egyszer. Elina ott veszélyes helyen van. Onnan ki tudják szorítani, és már ki is van szorítva. Nem javít, nem javít. Nem utolsó szektor. Javít, jó, benn vagyunk a top 10-be. Jó, Liaoval megsporoltam egy gumit. De Liao az jó. Jó. Hozza az időket. 58-6. Ezek szerint ennyit ér az, hogy a kocsik ugyanolyanok minden egyes csapatnál. Na, majd itt is valamit ugye trükközni kell. Meg kell próbálnom ugye egy kiállásos taktikával majd a versenyen. Remélem nem lesz eső. Jó, kimegyünk a régi gumikkal. Egyenlőre. És ne jöjjön nekem eső. És jön eső, nézd meg! Ezt nem hiszem el. És Liao még így is első, basszus. Jó, Elinával kimegyek majd, például most. Intermediate gumival, Liaoval nem. Ha minden jól alakul, akkor nem tudnak javítani. Nem tudnak javítani, jó. Én viszont talán tudok hozni egy-kettő helyet. Nem tudok hozni egy-kettő helyet se. Jó, akkor első és ötödik hely. Ah, jó, mondjuk ez így most nem jó, mert Liaónak ki kell fizetni akkor. 90 ezeret meg a szerelőjének is, versenyszerelőjének is ki kell fizetnem. Az összeget. Úgyhogy a versenyen is kell alkotni valamit. Hogy ne legyünk annyira mínuszba. Pozitív legyen a mérleg. Első rajtkocka, igen. És meg tudtam spórolni lágygumit, mert ugye a rosszabbik lágygumival mentünk ki. És pont bejött az eső. Jó. Ez most jól jött ki. Magyar Engine csapat igazgatója Márkovás nyilvánvalóan örül ezeknek az időmérő eredményeknek. Első helyen a nagydíj mérőjén Liao. Igen, remek időt futott a Magyar Engineering. Túl szép ez Hong Liao, hogy a leggyorsabb versenyző legyen. Kerékcsikorgás. Biztos. Nem értek hozzá. És igen, itt van az eső. Itt van az eső. Megjött az eső. Nyomatunk egy ilyet. Nem tudom, meddig fog tartani az eső. Meg kell kockáztatni egy lágy gumit itt majd. Oké. A következő a történet. Nem tudom, hogy hány körig tart ki ez a gumi. Mennyi ideig tart ki? 11-től 13 körig. Elinánál. Egy 19 körös versenyen. És mennyi üzemanyag van benne? 16 kör.
Jó, menjünk így, jó? Így megyünk, aztán majd kiderül, hogy hogy alakul. Csak a top 4-be legyünk bent, a többi nem számít. Nem baj, én spórolok az üzemanyaggal. Jönnek ki sárgán nyomatja ezért a kereket, úgyhogy nem szórakozunk. Ahol ott a 9.-10. kör környékén elmegy az eső. Úgyhogy egy kiállással meg tudjuk oldani a történetet mindenkinél. Ugye kérdés már csak ugye az, hogy most vagyunk 8. körbe, 11 kör van hátra, ugye? Közepes gumit kell majd neki felraknom. Az a végig tud majd menni. Ja, most kell közepes gumit rárakni, és akkor ki fogja bírni. Így, né. 5 másodperc. Itt meg nyomasd el, Ina. Na, te a következő körbe jössz. Volt egy hiba a boxba. És nem, tényleg nem jön eső. És lágyjal. Te meg lágyjal gyorsan végignyomatod az egészet, de üzemanyagot kell beletenni. 7 másodperces box kiállás. Jó, 4. helyen vagyunk. Mit? Ja, safety car! Basszus! Nem baj, kimaradunk. Egy-két ember bejön a boxba, kereket cserélni, nem baj az. Az teljesen jó nekünk, mi kimaradunk, ugye? Megspóroltunk egy csomó mindent. Úgyhogy nekünk pont jól jön ez az egész. Jó. Nem, üzemanyaggal még spórolunk. Na most lehet nyomatni üzemanyagot is. 6 kör maradt hátra. 5 kör maradt hátra. Négy kör maradt hátra. Három kör maradt hátra. Beállunk semlegesbe szerintem. Innentől kezdve. Már lehet, hogy nem kéne beállni semlegesbe. Áj. Nem, mert csúszunk le a helyekről. 2 kör maradt hátra. Top 4 legyen meg valahogy. Utolsó kör van hátra. Ott az úgy szoros lesz. Leo, valamit alkossál, kérlek. Nem lesz meg a top 4. Nem lett volna szabad visszavennem a kereket. Nem tudtuk tartani így a tempót. Na mindegy. Megint egy picin múlott az egész. És Alina nem hoz pontot, mert 7. lett csak.
Mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Lehetne rosszabb is. De ha mondjuk lehetne az, hogy az idő mérőn se húztuk volna be azért. Leggyorsabb körbónusz még az is megkapja. Jó, Liao fölmegy a harmadik, hatodik helyre a bajnokságban. És hatodik helyen vagyunk. De az jó, mert ugye 10 ponttal különbség itt a hetedik hely között. Tehát mondjuk úgyis azt mondtam, hogy a hatodik vagy annál jobb. Úgyhogy itt az első hatnál itt szoros lesz a történet. Elina. Egy állatsisak tulajdonos, ez nyilvánvalóan hozzájárult az, hogy a Magyar Engine ma pár pontot szerezzen. Hát, ja, csak pont Elina nem hozott pontot. Az a gond, Elinával nem tudok följebb menni a hatodik helyre. Pedig föl kéne valahogy. Valahogy be kéne csúszni a hatodik helyre Elinával. Mert Liaoval megvan a top 6, általában. Az esetek többségében. Ugyebár. És ugye a boldogság is teljes mértékben jó. Piacképességünk így növekszik amúgy most jelen... Nem növekszik, mert most már csak a, most a versenyzőknek kellene valamit pirítani. 192 ezer mínusz. Mindegy, elvileg most kellene jönni valami új szponzornak. Igen. Szint átértük, nézzük meg az interjút. Jön egy egyszerű kérdés, melyik pilótád a jobb? Hát Liao, jelenleg. Box, egy hiba volt, igen, azt tudjuk. Megfigyelés. Nincsenek ellenvonások, srácok. Szerintem valami hiba van a játékban. Nincsenek ellenvonások az embereknél. Na, bokstáb. Nem jó szívósága ennek az emberkének. De nem szabad most új embert vennem, mert... Mert hát, ja. Ajánlatok, nézzük! Adjuk már két-három csillagos izék kellenének emberek, nem ilyenek. Hát ezekkel mit kezdek? Jó, elvállalom ugye ezt, mert 800 000-et ad, de ugye úgyse fogom használni. Hála az énnek, hogy csak 4 versenyig van. Úgyhogy picit változik a dolog. Na, a Revelli az majd... Hát az majd a következő részben. Az lesz ugye a legközelebbi. Na mindegy, akkor haladjunk. Valamit jó lenne, hogyha csinálnának a versenyzők. Valahogy piac képesebbé kellene őket tenni. Tehát ugye ez az, hogy ezt nem én döntöm el, hanem ha jól teljesítek a versenyeken, akkor a játék is úgy hozza a bónuszokat, ahogy én azt így figyeltem. Rossz formában. A verseny alatt a formája 1. 3 hétig. Nem tudom, mi van ez a hölgyel, lányjal. Hello, főnök. Irány tévesz fel. Jelenleg nagy gondot okoz nekem a vezetés. Egyszerűen úgy érzem, hogy bármit is teszek, valahogy mégsem tudok kapcsolatot iktatni a kocsival. Érted? Beszélni fogok és porciológusra is megpróbálok kilábalni ebből a kártyúból, de addig is ne várt, hogy legjobbat nyújtsam. Jó. Szavazatok megtekintése. Szavazások megtekintése. Milyen új szavazatot hozzak be? Mi az, amivel esetleg még mindig előnyömre tudnám állítani, vagy hozni a dolgot? Bónuszpontok eltávolítása a leggyorsabb körért. Kort és gumi. Kizárólag a strapabírásból szólnak, lehet, hogy nem olyan gyorsak, mint a Nespolák, de tovább tartanak. 3 száraz időhöz való kumikeverék. 9 száraz
gumiválasztás, 12 száraz, csak virtuális biztonsági autó, virtuális igen, újra tankolás 40 üzem tartalékot használva. Üzemanyag tartalék legfeljebb 40%-át, a versenytáv 40%-ig tarthatnak ki. Csináljunk egy olyat, hogy újra tankolási tilalom. Szerintem. Én most arra gondolok. Legyen egy újra tankolási tilalom, én azt most így behozom. Hogy ne lehessen tankolni. És így versenyenként 20 000 költségcsökkenés jön. És ez segíteni fog nekünk. A magas költségvetésű csapatok, mert ugye mi azok vagyunk. Jó, csökkentsünk egy... Az uratankolásnak kifelé áll a rúdja? Hát igen, mert én azt meg fogom most szavaztatni, hogy olcsóbb legyen minden. Igen, lejjebb kell vinnem a... az árakat. Politika. Igen, és ez segíteni fog, úgyhogy 6-os szavazattal neki megyünk. Hogy ez tutira be legyen jövőre. Ennyi. Kész. Megvan. Úgyhogy jövőre nincs tankolás. Na, mi az, amit még a pénzügyeknek még tudok majd itt csinálni? Újra tankolási tilalom, ugye az 20 000-rel, hogyan van ez a versenyenkénti költség, egy ott kellene keresnem. De hát ugye ez most így mibe tartozik bele? Üzemanyag költségnél tartozik bele, ja. Tehát ott az a 20 000-es az ott úgy eltűnik. Utazási költség, gumibeszállító költsége. Majd, igen, majd meg kell nézni ezeket a költségvetéseket. Itt ezt szerintem itt lejjebb tudom venni. Mérnök. Na jó, ez így érdekes. Jó, haladjunk szerintem, igen. Ja tényleg, mert egy izémérnökön van. Egy határozatlan idejű mérnökön van, hogy úgyse használjuk a mérnököt. Mondjad, 6. helyen állunk, igen, tudok róla. Nagyon jó. És 40%-os esély van a Fekete-tengeren, hogy lesz eső. Lassítás. Te jók ezek az üzenetek. Nem, tényleg szerintem itt be van akadva a játék, tehát vannak... Elvis ugye látszik, hogy a játéknak vannak hibái. Néha fogja magát és csinál ilyeneket. Nincs folyamatban lévő munka. Jó. Jó, menjünk a Fekete-tengerre. Pénzügyi menedzsment meg média kurzus. Én a képes jobban eladni magát a sajtóban, amikor arról van szó. Brenda Stone, a híres kommunikációs szakértő, hogyan beszélünk helyesen média kurzusában, van egy üres hely. Elina, beírassuk oda? Médiához szokott. A PR túlértékelt. A francokat? Pont, hogy nem túlértékelt. Úgyhogy csináljuk. Megint mínuszba vagyunk. Vagyha bealacodik a izé az, bocsi. Elnök elégedettség plusz 5. Piaci érték 15? Kell, mert így már legalább 4 csillagos a szponzor. Végre, újra. Tehát Elinát is, meg Hongliaót is fel kell húznom. Fel kell őket húznom, hogy nagyobb szponzorok jöjjenek be, és jobb lesz a pénz. Jó, nem írnak rólunk semmit. És tudom, hogy aggódsz, még mindig aggódsz, tisztában vagyok vele, nem kell aggódni. Majd jó lesz főnök, jó lesz ez főnök. Jó lesz ez főnök, jó lesz. Ne aggódja. Interjú válasz München, Fekete-tenger, nagy kaland. De Elin a Sony médiához szokott, ezért plusz 5 van. Jó. Kellenek az ilyenek. Esni fog. Időmérőn is, meg a versenyen is. Az úgy érdekes lesz. 4. vagy feljebb, igen. Valahogy be kell jönnünk a versenyen is a 4. helyre. Nagy mínuszokban vagyunk amúgy. Még mindig.
nem tudom kiegyenlíteni a pénzügyeket. Vagy hát de, az év végén ki tudom egyenlíteni, mert akkor majd jön. Majd akkor jön pénz. Pont jövő évi autónak a költségvetés, amit félre rakok, az fogja kiegyenlíteni a számlát. Jó. Igen, Elinának amúgy most rossz lesz a formája. Ugye csak egyes lehet. Mit csinálunk? Ja, szabad edzésünk. Jó, most hirtelen nem tudtam, hol vagyok, vagy mit csinálunk. Szabad edzés van, igen. Jó, igen, időmérő edzés. Aktuálisan az, igen. Időmérő beállítás az, azzal a gumival. Nem arról volt szó, hogy... Vagy lejárt, már le is járt az a 3 hét? Jó, mondjuk én annak csak örülök. Ja, lehet, hogy lejárt. Na, szerintem lejárt, ja. Akkor ezek szerint az 3 hét, az pont lejárt. Jó, húzzuk el ide maximumra a ballasztot. Így ennyire. Igen, itt ez itt így nem jó. Így változtassunk rajta, ennyit. Oké. Ott is, meg ugye itt is. És akkor gyertek be. Meg lesz az időmérő, nagyon jó. Már megvan a lágygumi is első szinten. Ú, de nagyon rossz. Hú, de nagyon rossz az ott. A vezethetőséget a másik irányba kell elhúzni. Ebbe az irányba. Ami viszont így probléma, mert akkor így a kanyarodásnak így annyi. Úgyhogy így lesz ez beállítva, sajnos. De 90% fölé kell vinnünk az autót. Oké. Szerintem itt is ugyanaz lesz a történet. Ugye itt ezt erre. Ugye itt ezt arra. Valahol. Nagyjából ez így van. Hát kb. Kb. Valahogy így. Igen, tény és való, Liao jobban be tudja állítani az autót. Jobban érzi. Ezeket a dolgokat. Na hajrá, körözgessetek, mert kell a versenybeállítás is, meg ugye kell a lágygumi, harmadik szintje. Az időmérő edzésre. Jó, lehet bejönni. Mert már megvan a kügy a lágygumi. És akkor átváltunk. Igen, itt ez a probléma. Nem tudom lejjebb vinni. Most itt is állítgathatnék dolgokat, de... Tehát ennyit tudok itt csinálni. Hogy oda menjen a kanyarodás, de ettől függetlenül most megint azt tudom itt megcsinálni, hogy ezt így idehúzom. Ezt meg erre, és kész, és szinte megint ugyanott vagyok. Úgyhogy ennyi. A versenybeállítás, igen, 4 körre. De most már mehetünk közepessel. Vagy intermédiettel. Menjünk intermédiettel. Kicsit.
Kicsit... Variáljuk meg itt a dolgokat. Menjünk intermédiettel. Arra húzzunk dolgokat. Jó, fölösleges most már bejönni. Intermédiett gumi első szintű. Jó, első és negyedik helyen vagyunk a szabad edzésen, 1.06-os idővel. És csináltunk egy első szintű intermédiátet, mert hát ha annak még lesz valami jelentősége. Engine, jó napot fogott ki, Markovács Vigyra biztosan fültől fölig ér. Magyar Engine csapatát Elina a Sonyan az első helyen fejezi be a szabad edzést, és ez igen lenyűgöző. Hajrá, Magyar Engineering! Igen, a fekete tengeren Magyar Engine látható, a jó formában van a szabad edzésem. Igen. A szabad edzéseken mindig jó formában vagyunk. Na megint itt az időmérős történetek. Nagy gumi időmérő. Tehát mindenképpen ugye ezt csináljuk. Hát növekszik ott a hőmérséklet, úgyhogy szerintem itt a Q-ban, Q1-ben 93%-os lett az autó, jó? Itt a Q1-ben lehet közepes gumival menni. Na hajrá! Menjünk ki! Gumizzuk fel a pályát. Ja, ezt be kéne kapcsolni. És úgyis az a lényeg, hogy a top 15-ben legyünk bent, és jön az eső. A többiek már rosszabb időt mennek a lágyjal, úgy-úgy nagyon jó. Menjünk ki intermédiettel szerintem. Azzal az intermédiettel menjünk ki. Azzal az intermédiettel menjünk ki. Csak hogy bebiztosítsuk magunkat a top 10-be, bár szerintem már senki nem fog amúgy javítani. Nem, olyan szintű hátrányok vannak, hogy nem. Tehát esély sincs, hogy bárki is javítson, úgyhogy jó. Ez így most ennyi. Top 15 megvan. A top 15-ünk megvan. Most jön a top 10, igen. Utána meg majd a top 4. Egyelőre nincs eső. Egyelőre. Úgyhogy. És tudtam spórolni gumit a Q2-re. Pont ezek miatt a dolgok miatt. Jó, túlhevült és tökéletes. Jó, egyelőre. Egyelőre még jó az időnk. Top 10-ben így benn vagyunk. Még. Nyugodjatok meg. Most kimehetünk. Mert most már tuti nem lesz eső. Na hajrá, és remélem, hogy jó helyre jövünk ki. Jó, túlhevült és tökéletes. Az a gond, hogy a tömegbe jöttünk ki. Javítani javítunk. Negyedik és nyolcadik hely, jó. Igen, jó, hogy kijöttem, mert Liao kicsúszott volna.
Jó, oké, top 10-ben vagyunk. De most kell a top 4. Valahogy a top 4-et el kéne csípni. Mondjuk ahhoz képest, hogy igen, hogy Liaónak jobb a formája, valahogy nem érzi. Nem érzi itt a helyzet súlyosságát. Esik az eső. No de meddig? Hát ott úgy nagyon fog esni az eső most egy darabig, úgyhogy kimegyünk. Így. Jó, mindenki esőgumit, hát nem mindenki, de a fele bagázs az esőgumit rakott fel. Bár fölösleges szerintem. Még. Jó, egy olyat csinálunk most, hogy taktikaváltás lesz. Most kiküldöm Liaót. Lágyjal. Elinát meg kicsit később. Ahogy nekem kitalálja a rendszer, hogy még jön eső. Jó, lehet kimenni Elinával is. Na nézzük, Liao az első, 1.05-ös idővel, 1.05-0. Negyedikek vagyunk jelenleg. De jön még Elina. Jó, negyedik, ötödik helyen bejöttünk. De jó volt ez, megvan a szponzor cél. Ez pont jó, pont megvan. Úgyhogy pont jók voltunk. Mégis egymást löktük ki a szponzor célból. A negyedik, ötödik hely az teljesen jó. No. És ugye most jön a verseny napja, ahol állítólag megint esni fog az eső. Nem írnak rólunk? Nem. Mert ugye nem vagyunk ugye fönt a dobogón, tehát miért írnának rólunk? No, egyelőre száraz az idő. De az ötödik kör környéké jön az eső. Versenybeállítás az tuti. Kell a box kiállás guru csere. Szerintem. Most kell a box kiállás guru. Mert többször fogunk kijönni boxba. És ugye nem nyúltok hozzá a gumikhoz se. Nyomatunk egy ilyet. Mert a 5.-6. kör környékén ki kell jönnünk. Mindenképpen ki kell majd jönnünk esőgumér intermédiátért. Igen, ott nagyon-nagyon jön majd az eső. Na, vegyünk vissza fiatalos lendületből. Jó, ezt még bírt ki ezt a kört, jó? És akkor most kell kimenni. És most kell felcsapni intermédiátet. És talán most lenne érdemes rátankolni. Mindegy. Akkor is kell csinálnunk ezeket a dolgokat. Jó, semmi hibát nem vétett a csapat, teljesen jó. Jó, box. Intermediate, igen. Szerintem itt is töltsük fel. Ugyanazzal a taktikával. Közepes gumin menjenek csak az emberek, akik akarnak. Jó, 16. és 20. helyen vagyunk. Ez
Liaoval benzin feleslegem van. Elinával még egyelőre, de most már vele is van. Jók vagyunk, oké. 9. hely, 17. hely. 5. hely, nagyon jó. És jó, hosszú ideig van eső. Nagyon-nagyon jó, hosszú ideig van eső. Ami Liao szempontjából ez így nem jó. Biztonsági autó! Biztonsági autó! Biztonsági autó. Nem ilyen gumit rakjak föl. 22 kör, 22-12 körre maradékra. Közepeset kéne felrakni. Ezt meg kell próbálni. Ezt itt így most ezt nagyon meg kell próbálni. Ezt itt meg kell próbálni. Jó, nyugi, nyugi, tudom mit csinálok. Tudom mit csinálok, hidd el. Most egy páran amúgy is kimennek. Páran, mindenki kiment igazából. Szinte mindenki. Na. Ha mondjuk, hogyha kitalálják, hogy 10 körön keresztül kibírják azzal a gumival, akkor betoljok. Pedig ki fogják bírni. Csak remélem el fog menni az eső. Én még nem értük utol még a safety card. Ja, bocsánat. Ugye azt még nem értük utol. Na, ajra! 9 kör marad. Nyolc kör marad. Nem baj, 7 kör marad. És nekünk most kell amúgy majd bemenni boxba. Egy lágyért. És remélem, hogy összejön a stratégia, amit akarok. Jó. És van üzemanyag feleslegem is, úgyhogy teljesen jó. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, annyira jó. Ilyen jó még sose volt. Meg lesz az első, második hely. Főleg, hogyha Liao is kibírja. Nem, Liao nem fogja kibírni. Nem baj, de Elina kibírja. Elinának nagyon nagy előnye van. Itt az utolsó körre. Ó, Liaónak elfogyott a gumi! Nem bírta ki. Passzus. Mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Nem baj, mert sikerült. Sikerül bejönni az első helyre.
ami anyagi szempontból annyira nem jó. Nem volt teljesen katasztrófa. A probléma az volt, hogy igen, tehát 12. körbe kijöttem közepes gumiért, és nem jött be. Bejöhetett volna, igen, hogyha valahogy ha takarékoskodóra ráteszem, akkor sikerülhetett volna. Ha takarékoskodóra ráteszem, akkor úgy sikerül. És jó is volt, hogy előtte kijöttem lágyért, mert nézve mindenki utánam jött ki, és egy hatalmas nagy előnyöm lett ebből a szempontból. És ugye nem akkor jöttem ki boxba, amikor volt a safety car, a biztonsági autó. Úgyhogy ez most jól jött ki. Nagyon jó, 10 pontot behúztunk. Igen, és a csapatigazgató, vagyis mi, Márk Kovács, a Magyar Engineering csapattól megnyertük a kupát. Ugye ő is kapott egyet. És itt 10 pont. Hogyha Elina feljött így a negyedik helyre az egyéni bajnokságban, ami tök jó. És így a csapat feljött a második helyre, 26 ponttal. Na, ezzel így már így a 6 per 10-es kör után így már tudunk valamit alkotni. Amúgy. Jó, nem nyertük ugye meg az időmérőt. Az időmérőt nem nyertük meg, a versenyt viszont megnyertük. Fekete-tenger szuper vezetés mutatott be, ma itt Elina Sonia roppant lenyűgöző. Irány a buki, hogy begyűjtsem a nyereményeket. Köszönöm Magyar Engineering és Elina Sonien. Magyar Engineering látszólag olyan könnyen csinálta, kiváló diadalt arattak ők és Elina. Sonien lemossa az ellenlábasokat. Nem, itt most nagyon jól jött ki a biztonsági autó. Itt most igazából az mentett meg minket. Meg az, hogy csak Liao-t hoztam be. Mondjuk tény és való, mert Elinát nem is tudtam volna időbe behozni, meg fölösleges is lett volna. Tehát hülyeség volt a többiek szempontjából az, hogy bejönnek mindannyian. Egy plusz box kiállásra, az pont hátrány volt mindenki számára. Jó, és olyan érkeztünk, teljesen jó, 74%-os a piaci értékünk. 178 ezeret be is hoztunk, így már csak 2,4 millió a hátrány anyagilag. Ami nem sok, de legalább kevés. Vagy hát nem kevés, de legalább sok. Na, mindegy, szóval. Srácok, lányok, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolj voltam, legyetek jók, ígyetek sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, következőben megyünk Phoenixbe, ami ugye megint nem a kedvencünk, és eddig nagyon jól állunk. Második helyen áll a Magyar Engineering. 14 pont a hátrányunk a Marshallról, mondjuk őket biztos, hogy nem fogjuk megverni, azt tuti. És szerintem még a versenyállásnál sem. Tehát a Marshallék azok ott nagyon-nagyon elől vannak. Őket szerintem nem fogjuk tudni idén megverni. De egy nagyon szép középmezőn tudunk így hozni. Így hogyha negyedik helyen bejövünk, az már szerintem nagyon jó lesz. Na, mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, Szolj voltam, legyetek jók, kiatósra, fizetek magatokra és egymásra. A következő részben találkozunk és folytatjuk. Na, sziasztok!